Beszéljünk akkor egy kicsikét a polztükörről. Miért fontos a polztükör? A polztükör nagyban megkönnyíti az árufeltöltést is. Hiszen az árufeltöltőknél van egy kis PDA, tehát amikor egy terméket azonnal nem tudnak, hogy hová tegyék ki, vagy esetleg hol van annak a helyem, akkor a PDA-val leolvassák, mondjuk az üveg üvegen található ugye EON kódot, vagy GTN 13-as kódot, kinek mi a szimpatikus. Igen, 13, bocsánat. Tehát GTN 13-as kódot. Leolvassák, és ugye a rendszerből ugye lehívja a posztükröt, és úgy már az árufeltöltő már egyből tudja, hogy akkor melyik helyre és melyik polsorba töltse be azt a terméket. Illetve még a kis címkéken is, amit itt láthatunk, ez a kis vonalkód megtalálható, meg a fölött ugye a polsztükör száma. A polsztükör mit mond meg nekünk? hiszen a polsztükörnek ugye van, van, különböző azonosító számai. A polztükör azonosító számaiból az árufeltöltő ugye már ott a polcon is, illetve a pédián is, megtudja, hogy a adott termék melyik polc sorba tartozik, illetve, hogy hányadik méteren van az a polc, illetve még azt is, hogy hányadik termék azon a polcon, hiszen kiolvasható. Hogy mit tudom én, második termék. És akkor még ott van neki az, hogy a tükör számából ugye ki tudja olvasni még azt is, az áru feltöltő, vagy éppen a bolti elődő éppen hogy kivégzi a feltöltést, kiolvashatja azt, hogy hány sorba, tehát hány szakszóval élve, hány arccal kell kihelyezni a terméket. Például itt Láthatjuk, hogy két arccal van kihelyezve a termék, itt meg ugye három arccal van kihelyezve a termék. Tehát ebből, az is, ebből a azt is ki tudjuk olvasni illetve ugye itt is látjuk például ez is két arccal van kihelyezve. Tehát ilyeneket megállapíthatunk a polsz Nos, hát a polsz ugye, ugye nagy boltoknál egy központi adatból jön ki, meg úgy mondják meg, hogy hogy legyen a kialakítás. De hogyha valaki saját boltot, boltot üzemeltet, illetve saját boltja van, akkor ugye a polsz azt magának érdemes megcsinálnia. Tehát a polsz úgy érdemes megcsinálni, hogy szakszerűen, szakszerűen legyenek csoportosítva a termékek, illetve a HACCP, ami itt Magyarországon belül érvényes, tehát a Hazard Analysis Critical Control Pointot, tehát a HACCP, élelmiszer biztonsági szabályokat be kell tartani. Tehát ezt betartva rendezzük el a polszükröt is. Hogy például kenyér mellé ne kerüljön például ö, háztartási vegyi áru. Például gondolok itt hipóra, meg sósavra. Tehát ilyen szempontokat is figyelembe kell venni. A polsztükör kialakításánál, illetve még azt is figyelembe kell venni, hogy milyen termékeim vannak. Hiszen ahhoz, hogy én megmondjam, hogy hány arcba legyenek a termékek, például, az ismernem kell, hogy hány méteren keresztül van a pol polcon. Tudnom kell, hogy mik a vásárlási szokások. Érdemese, egy gyártótól, ugye több arcba kiejezni termékeket, vagy inkább kevesebb arcba legyen kiejezve egy bizonyos terméktípus. Itt ugye lát, látunk, hogy persze egy gyártótól vannak, de egy arcokba vannak kiejezve a termékek. De vannak bizonyos termékek, amit itt is látunk a képen, az pont ez, itt már például két arcba. Tehát a posztükör kialakításánál figyelembe kell venni a vásárlási szokásokat, ma amiből ugye többet vesznek, általában több arcba szoktuk kihelyezni, hiszen hogyha egy arcba helyeznénk ki, vagy keveset helyeznénk ki belőle, akkor hamar elfogyna a polcról, és nem biztos van emberünk arra, aki állandóan majd töltögeti azt a polcot, tehát a gyorsan fogyó termékeket azt mindig érdemes több barcba kihelyezni, hiszen így is, úgy is elviszik majd. De a, például a, azokat a termékeket, amit nem visznek olyan jól, vagy nem annyira keresettek, azokból érdemes ugye kevesebbet tartani. Pólsz kialakítása, de még azt is figyelembe kell venni, meg illetve az üzlet elrendezésénél, hogy például bejárathoz közel, ugye például mik, miket helyezzünk ki, azokat is figyelembe kell venni, hiszen nem hiszem, hogy jó ötlet a bejárathoz pk tenni. Hiszen ott ugye általában önműködő ajtók vannak a boltba, tehát ott állandóan nyitogálva van az ajtó. Tehát jól meg kell gondolni, hogy mit helyezzünk Ugye a bejárathoz. Az is meghatározó, hogy főleg az inkább az üzletelrendezés. De általában szerintem ö, vagy ilyen kávékat, vagy ilyen száraz árukat helyeznek el a bejárathoz közel, vagy zöldség és gyümölcsön. Tehát ez a kettő, amit általában el szoktak helyezni. Ugye, Bármere is járunk a boltban, mindig látunk a sorok végén ilyen külön polcokat. Az ilyen külön polcokon vagy az akciós termékeket szokták tárolni, ami, ami általában egy-két hétig szól, attól függ, hogy meddig szól a promóció, de egyébként ide pont ide is van így, vagy promóciós terméket, vagy akciós termékek. Tehát általában azt helyezzük ki. És általában mint megfigyelhetjük meg, hogyha mi is bemegyünk a boltban, láthatjuk azt, hogy ott a polc végén ott ugye egy teljes sort megtöltenek egy bizonyos termékkel, vagy két sort. Mint például, amit itt is láthatunk. Ugye ebből a termékből, ugye, jó sok van kint ezen a polcon, illetve két polcot is elfoglal. Következő szempont, amit esetleg még figyelembe kell venni itt a polztükörnél, főleg a olyan üzletekbe, ahol kapható játék, illetve vagy a csipszeknél, azon belül is, ami a gyerekeknek szól. hiszen a gyerekek is komoly vásárlóerőt jelentenek az üzletek számára, úgyhogy nagyon fontos, főleg a chipseknél, vagy játékoknál, vagy édességeknél, hogy ott a alacsonyabb a föltől számított első vagy második polcon legyenek a termékek, hogy a gyerek is könnyen elérje, hiszen ha a gyerek könnyen eléri, akkor szépen úgy, mint ahogy a képen láthatjuk, ugye a leveszi, és akkor kéri a szüleitől, hogy vegyék meg a terméket. Tehát azért szokott ö, általában az első vagy második polcon lenni a gyerekeknek szóló termék, hogy ezt leveszik a gyerekek, és kikönyörgik a szüleitől, hogy vegyék meg. Tehát ezt is ö, figyelembe kell venni a posztükör kialakításánál, Ugye a gyerekeket is bele kell vonni ebbe, hogy például a gyerekeknek szóló termékek ne felül legyenek, például a felső polcon. Mindjárt mutatok. Pont nincs olyan, de itt van. Például a gyerekeknek szóló termék ne a legfelső polcon legyen, hanem amit az előbb említettem, itt alul, vagy itt, ahol nagyon könnyen elérik a gyerekek a termékeket. hiszen egyébként tényleg ez a üzletpolitika nagyon beválik és nagyon hatékony. Annak ellenére egyébként, hogy a gyerekeknek nincs konkrét keresete, meg nincs konkrét pénze, de a szüleik vásárló erejét használják fel ugye az ő igényük kielégítésére. Tehát, amint itt is látunk a képen, tehát a ki kisgyerek kikönyörgi a szüleitől, hogy vegyék meg ezt a terméket, hiszen ő könnyedén elérte, látta, ugye itt a polcokon könnyedén elérte, és már is tudta oda vinni a szüleihez. És nagyjából szerintem, szerintem így ennyi lenne, amit tudtam mondani a polztükörről, így röviden és tömören. Úgyhogy köszönöm a figyelmet!